A következő film beszámolókon és személyes interjúkon alapul. Natalie Wood rejtélyes élete. Második rész. Hálaadás hétvégéje, 1981. november 28-a szombat, Catalina-sziget, Kalifornia. Natalie Wood meghalt. Zene Richard Marvin. Fényképezte John Stokes. Készült Susan Finstead, Natasha, Natalie Wood élete című könyve, illetve Warren G. Harris, Natalie és RJ című könyve alapján. Rendezte Peter Bogdanovich. Véget ért. Robert Wagner és Natalie Wood elválnak. Véget ért a mese. Wood és Wagner válik. Tényleg nagyon sajnáltam, mert azt hittem, ők az ideális hollywoodi pár. Mindenki erre vágyna, hogy felnőjön. Elvegye Natalie Woodot, és Hollywoodban éljen. A West Side Story-t 12 Oscarra jelölték. Natalie játéka az, ami véleményem szerint összetartja, az a ragasztó abban a filmben. Olyan okos volt, hogy a szerepét teljesen, egyszerűen és nagyon őszintén játszotta, bár körülötte sok minden zajlott. És vannak a filmben sokkal színesebb szerepek is. Natalie viszont egyszerű és tiszta. Hihetetlenül csalódott volt, hogy nem használták fel a hangját a West Side Story-ban. Megértette, hogy nem olyan jó, mint... De úgy érezte, a szerephez elég jó lett volna. Natalie második jelölése a Ragyogás a fűben című filmért. Natalie az ügynökeivel, Life magazin, 1962. Warren nagyon jó volt Nataliehoz. Nagyon kedves volt hozzá. Natalie és Warren bensőséges együttléte. Valaki olyanra volt szüksége, aki színészként és nőként is becsülte, és Warren ilyen volt. Warren Beatty és Natalie Wood összeházasodnak. Akkoriban tökéletes volt neki Warren, mert nagyon nehéz helyzetben volt, és ő kedves fiú. Nagyon kedves volt hozzá, és Natalie nagyon becsülte. Natalie, gyere, azt hittem, énekelsz. Egy pillanat, drágám, telefonálnom kell. Szia, Natalie. Marilyn, hogy vagy? Ó, nem tudom, már 30
36 vagyok. Ez sok ebben a városban. Azt hiszem vége. De hogy van vége? Ó, igaz, hogy jelöltek az Oscarra? Szerintem megnyered. Nos, hát nem tudom. De legalább jelöltek. Engem soha. Senki nem jelöl egy nullát. Marilyn, te nem vagy nulla. Soha nem szoktam hozzá a filmezéshez, Ned. Van benne valami félelmetes, hogy néznek. És egy idő után te is ezt teszed. Érted, nem? Igen, értem. Oh, sok sikert holnap. Elkezdi. Hozhatok önnek valamit, Mr. Tremaine? Nem. Szia, szépségem. Hogy vagy? Szia, Roy. Nagyon jól nézel ki. Telefonálnom kell. Bármikor telefonálhatsz a házamból. Soha az életben, mister. Maurice, egy kicsit pánikban vagyok. Talán csak mert RJ Európába költözött. Értem. Emlékezem, hogy most erősebb, mint fél éve volt. Nem csak RJ miatt. Más baj is van. És Warren. Mindketten színészek vagyunk. És Warrennel nem érzem magam biztonságban. Nem kell hozzámennie. Ah, dehogy. Nem akarok hozzámenni. Csak egy kicsit félek. Natalie, annyi dolga van. A karrierje. A válása. Az anyja a jelölése. Nagyon jól csinálja. Tényleg? Igen, igen. Higgyen magában, Natalie. Ó, köszönöm, Dr. Steyer. Azt hiszem, jobb, ha megyek. Rendben, sok sikert holnap. Szerdán találkozunk. Viszlát. Figyelem, emberek! Ez a szám a következő filmemből van. Reméljük, ott is én éneklem. Kész van, mester? Igen, drágám. Let me do a few tricks, some of them, and then some jigwits. I'm very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. Ooh. I want your spirits to climb. So let me entertain you, and we'll have a real good time. Yes, sir, we'll have a real az évben. Persze a Szex és a Hajadonért jelölték, de ugyanúgy jelölhették volna a West Side Storyért is, így igazából saját maga ellen küzdött a két fő filmben. A West Side akkora siker volt filmként, hogy minden szereplő sokat nyert vele, és a West Side-os szerepéért is jelölték. A West Side Story 10 Oscart nyert. Natalie Wood helyett Sophia Loren kapta a legjobb színésznő díját. Azt hiszem, nagyon csalódott volt. Tudom, hogy akarta azt az Oscart, sokat beszélt róla. Ott akarok állni Katharine Hepburnnel. Ez az én szerencsém. Az Oscar történetében először a legjobb színésznő díját egy olasz kapja. Gyere, hadd segítsek. Cigánylány. Akkoriban 23 éves lehetett, és emlékszem, hogy a mulandóságról beszélt. És egyszer azt mondta, tudod, ez mind mulandó. A hírnévre gondolt. És azt hiszem, ez igazán különleges, 23 évesen erre gondolni. Natalie és Warren felfordulást okoznak Cannes-ban. Olaszország, Róma. C.
Signorina Wood, Signor Beatty, buonasera, már vártuk önöket. Mr. Beatty nagyon sajnálja, hogy elkésett, mint mindig. El sem tudom képzelni, mit csinált. Az én hibám. Erre kérem. Mint mindig. Mint mindig, drágám. Natalie, Warren, mit kerestek Rómában? Gyertek ide. Natalie, csodálatosan nézel. Oh, hello, Warren, hogy vagy? Ismered meg nyomasat? Marion, ő Warren Beatty. Gyertek, üljetek le közé. Nem baj, Warren, drágám. Nem, dehogy. Gyertek. Marion és én a Montezuma forgatásán találkoztunk. Amikor először idejöttem, fölkerestem, és most itt vagyunk. Ez gyönyörű. Tényleg. És ti mit csináltok itt? Ó, semmi különös. Hát Cannes-ban voltunk, és lejöttünk néhány találkozóra. Aha. Ó, igaz, megy egy filmetek Cannes-ban. Marionnal hallottunk róla. Mi is a címe? Scusi, mit minden viszont? Minden véget ér. Natalie, mit kérsz? Miss Wood Pouilly Fuist kér. Te mit kérsz, Warren? Azt hiszem, egy martinit. Sí, signore. Hihetetlen, hogy összefutottunk. Kicsi a világ. Igen, az. A közönség imádta, vastapsot kapott. Olvastad a Times cikkét? Mi? Micsoda? Beszélj hangosabban, rossz a vonal. Mondom, rossz a vonal. Igen, pontosan. Natalie találkozik fellépővel. Azt gondoltam, ha ő találkozhat vele, én is. Tedd le! Micsoda? Igen, tedd le! Aló, aló? Igen? Nagyon sajnálom, Signor Wagner. Signorina Wood még mindig foglalt. Kíván üzenetet hagyni? Nem, nincs üzenetem. Grazie. Prego, signor. Marilyn Monroe-t holtan találták. August 1962. Los Angeles. A nap híre továbbra is Marilyn Monroe halála, akit ma korán reggel holtan találtak Brentfordi házában. A Los Angeles-i rendőrséget reggel 4:30-kor hívták ki a színésznő otthonába. Nem találtak búcsúlevelet, és kezében tartotta a telefont. Vékony teste világos kék takarón feküdt. Holttestét a központi kórházba szállították, ahol a halottként megvizsgálja majd. Igen? Félek, anya. Nagyon félek. Natalie, mi történt? Állandóan szegény Marilynre gondolok. Mindenki csak erről beszél. Olyan, mintha boldogok lennének, érted? Mintha ez lenne az év legizgalmasabb eseménye. De hát... Marilyn! De hát erre lehetett számítani, vagy nem? Ne mondd ezt, mama. Kérlek. Ne mondd ezt. Találkoztunk. Egy partin, csak pár hónappal ezelőtt. Olyan, azt mondta, majdnem 36 vagyok. Vége. Egy nulla vagyok. Natalie, te nem 36 vagy, csak 24. Nem értesz meg, anya. Egész életében az próbált lenni, aminek mások akarták, és ő maga, mintha nem is létezett volna. És tudta... Olyan, mint én, anya. Natalie Wood nem létezik valójában. Natalie Wood soha nem is létezett. Olyan, mintha ők csinálták volna. Natalie, hagyd abba. Részeg vagy. Mondd, hogy létezem, anya. Kérlek. Mondd, hogy létezem. Persze, hogy létezel. Miről beszélsz? Hogy lehetnél ilyen híres, ha nem léteznél? Natalie! Ah!
Marilynre gondolsz, ugye? Natalie Wood bejelenti az eljegyzését lővel. Natalie Wood felbontja az eljegyzését. Volt egy csomó fiúja, néha olvastam róla, és azt mondtam, már megint egy, biztosan lehetett rá számítani, részben a nyilvánosságnak, részben saját maga számára, hogy megtudja ki is ő. Szerelem a megfelelő idegennel. Natalie Wood harmadik Oscar jelölése. Nem nyerte meg. Natalie eljegyzése Al Blatnickkel. Tudod, nem tudom eldönteni, hogy új pasi vagy új frizura kéne. Szerintem új frizura, az legalább kitart 6 hétig. Igaz. Natalie, te vagy az? RJ. Nos, a legváratlanabb helyeken találkozunk, nem? Hát, úgy tűnik. Szia, Lana. Gratulálj nekem. Épp most szültem. Mármint a feleségem. Baba vagyok. Mármint apa. Bocsánat. Gratulálok. Én is gratulálok. Ez csodás. Köszi. Köszi. Jól nézel ki, Natalie. Mindketten, igen. Köszönöm. Tényleg. Ahogy múlnak az évek, egyre szebb leszel. Azt hiszem, ideje mennem. Vigyázzatok magatokra. Sokat dolgoztam, amióta RJ-jel elváltunk. Jártam pszichiáterhez, csináltam rengeteg jó filmet. Néhány jó filmet. Idősebb és okosabb vagyok. Vagy legalább idősebb. Akarod, hogy bemenjek egy kicsit? Tudod, óriási, hogy gyereke van. Örülök neki. Az élet olyan kegyetlen. Nem igaz? Jó reggelt. Még nem kelt föl. Még nem? Késő van. Megyek, fölkeltem. Natasha? Natasha, késő van. Natasha? Natasha! Natasha! Natasha!
Mrs. Mac! Mrs. Mac, hívjon orvost, a lányom haldoklik! Mrs. Mac! Hívja gyorsan a mentőket! Mrs. Mac! Tényleg meg akart halni? Nincs értelme az életnek. Akart gyereket, nem? Ki lenne, ha lenne gyereke? Ó, remélem, jó anya tudnék lenni, doktor úr. Natasha, jól vagy? Minden rendben, csak látni akarják. Pár percre. Jöjjenek be. Natasha, jól vagy? Natasha. Natasinka, kérlek. Natali, ne csináld, csak mi vagyunk. Kérlek. Fáradt vagy. Pihennie kell. Ez minden. Nem sokára jobban lesz. A szex és a hajadon. Verseny a javából. Daisy Glover. Ez a ház bontásra vár. Penelope. Wood férjhez menne. A Daisy-ben találkoztunk, és már együtt távoztunk. Így találkoztunk legelőször. Nem láttalak itt már korábban? De, én is láttalak. Ki a fene vagy? Warrenre emlékeztet. Az jó vagy rossz? Henry Jaglom vagyok. Lehetne rosszabb is. Meghívsz egy italra, Harry? Oké. Nagyon aranyos volt, sebezhető és nyitott, és nagyon édes, és nagyon, nagyon beszédes. Nagyon mosolygós, elbűvölő, és ideges. Ha a nyilvánosság előtt voltunk, magára vette, amit úgy hívott, maszk. Azt mondta, most nem én vagyok, hanem a maszk. És magában tényleg külön választotta, hogy ki ő valójában és kicsoda a nyilvánosság előtt. Nem akart semmilyen szakítást, vagy nyilvános botrányt, vagy vitát maga körül, bár nagy küzdelmek mentek végbe benne. Akkoriban olyan fickó voltam, aki felkavart ezt-azt. Dean Martinnál volt egy biliárdasztal, ami nem túl meglepő, és mind ott játszottak. Szerintem ez nem jó így. Vietnámban háború van, emberek halnak meg, és senki sem beszél róla, csak biliárdozunk és bulizunk. Nem gondoljátok, hogy ez igazságtalan? Szerintem nincs vele baj. Harry, egy pillanat, Dean. Rendben, édes. Leszidott, mint egy szófogadatlan gyereket, és csak arra emlékszem, hogy álltunk kint a kertben, Dean Martin kertjében, és azt mondtam neki, nem tudok így élni, nem így működöm. Képmutatónak érzem magam, és ez nagyon rossz. Azt mondta, nézd, tudom, sajnálom. Akkor kezdődött számunkra az az időszak, amikor én otthon maradtam. Emlékszem, egy nap Frank Sinatra állt az ajtó előtt. Én az Ina szerepében megkérdeztem, hozhatok egy italt? Natalie pár perc múlva kész lesz. Dühösen rám pillantott, és azt mondta, tudok csinálni magamnak. Félretolt, bement és kevert magának.
Aztán, amikor Natalie kész lett, bementem és azt mondtam neki, elég idegesnek tűnik. Ő meg azt mondta, várassuk még egy kicsit. Erre én kimentem és azt mondtam, sajnos még nincs kész, tudja. Ezt játszottuk egy darabig, és én remekül szórakoztam. Aztán felöltözve kijött és megkérdezte, hogy nézek ki. Nagyszerűen mondtam. Azt mondta, rendben, nem maradok ki sokáig. Előre megbeszéltük, hogy amikor hazajön, neki dől a csengőnek abban a pillanatban, amikor szeretné, hogy megjelenjek az ajtóban. Ajtót kellett nyitnom és megkérdeznem, jól szórakoztak? És Sinatrán láttam, hogy tényleg dühös. Leírhatatlanul nézett rám, végig miért azon gondolkozva, mi is lehetek, és elviharzott. Amikor együtt voltunk, többek között megpróbáltuk megszabadítani a fóbiáitól. Rávettem, hogy repüljön egyedül. Hogy egyedül aludjon otthon. Natalie, alszol. Alszol, drágám? Azt hiszem, alszol. Jó ét. És a legnagyobb falata a víztől való félelem. Gyerünk, engedj el! Engedj el! Itt vagyok mellette, semmi sem történhet. Bármi megtörténhet. Gyerünk, engedj el! Ez az. Na most gyere ide hozzá. Megmentem magam. Nyugi, drágám, minden rendben. Tudom, sajnálom, Harry, félős nyuszi vagyok. De a hajadon ért megtetted, nem? Az egy film volt. Gyerünk, Harry, menjünk innen. A fájdalom azonosult a szerelemmel a lelkében, mert már kiskorától minél többet, minél hatásosabban sírt, minél jobb volt a sírásban és gyerekként a fájdalom kimutatásában, annál több elismerést kapott. És így összekavarodott benne a szeretet és a fájdalom. Natalie? Igen. Miért akartad megölni magad? Nem akartam megölni magam. Miről beszélsz? Dehogy nem. Te magad mondtad. Soha nem mondtam neked ilyet, Harry. Hazudsz. Menj már, Natalie, most velem vagy, leveheted a maszkodat. Jó. Oké. Megpróbáltam. Egyszer. Miért? Mert örültem az életem hátralévő részének, mi másért. Hogy csináltad? De kíváncsi vagy. Nem, csak tudni akarom. Hát, először lefeküdtem az ágyra, aztán megittem 3 nagy viszkit szódával. Aztán bevettem egy csomó altatót. Nem tudom mennyit. Oké, jó, ha legközelebb akarod csinálni, feküdj le, igyál viszkit szódával, vedd elő a piruláidat. De mielőtt bevennéd az elsőt, hívj föl, jó? Hívj föl. Rendben. Rendben. Néha felhívott. Az éjszaka közepén, gyakran, amikor érzelmileg felkavarták, fájdalmat okoztak neki. Így aztán jó barátok lettünk. Az oroszsal kapcsolatos legfőbb élményünk az volt, amikor Warren Beatty a Bolshoi Prima balerinájával randizott. És Warren megkért minket, hogy üljünk be a kocsijukba. De aztán kiderült, hogy csak Natalie tud fordítani, mert a nő nem beszélt angolul. Te tanzújestek Strasznak. Mit mondtál? Azt, amit kértél. Un ocsony skladný páreny. Mit mondott? Nagyon dicsérő, Warren. Nem részletezem. Ne, szeretném. A ti nem noga pozsésztvena? Spasiba. Mi folyik itt? Feliratoznunk kéne. Hello, Warren. Hello, Harry. Hogy vagy? Jó, köszi. A konyhában van. Hello. Texas, mi? Bonnie és Clyde? Lehet-e Clyde? Egy vagyont kapsz érte. Mit akarsz még? Nem biztos, hogy akarok játszani. Ez a baj. Miről beszélsz? Szeret játszani. Jó lenne újra együtt dolgozni. Hát azért annyira nem, Mr. L.R. Az volt az első film, nem tudod, milyen az? Nem emlékszem, 5 éves voltam. Ez egy nagyszerű szerep. Itt a lehetőség, hogy eljátsz egy igazi vagány nőt. Ez az első saját filmem, a szerződésed úgyis lejárt. A cigánylány óta nem volt sikered. Neked sem. Egy-egy.
Épp ezért itt a lehetőség, hogy valami nagyot alkossunk együtt. Eladható egy gangsterfilm. Ó, Warren, drágám, szeretnék egy kicsit pihenni. Olyan fáradt vagyok, komolyan, én nem... 5 éves korom óta forgatok. A pszichiátered. Hallottam, hogy délben találkozol vele. Megoldható? Igen. Figyelj, Warren. Azt hiszem, filmsztár akartam lenni. Úgy, mint te. Szép autóház Beverly Hillsben, 9 ügynököm legyen. Ezt akartam, és ezt kaptam. Tudod mit? Jövő héten kirúgom az összeset. Ez aztán a változtatás. Igen, egyenként velük ebédelek, és kirúgom őket. És jelentkezem a UCLA-re. Festeni fogok, és olvasni. És nem fogok szerepelni a filmedben, Warren, drágám. Ez a film, ez nagy siker lesz. Én mondom, Natalie, hallgatnod kéne rám. Érdekes ez a siker. Nekem volt benne részem. 27 éves vagyok. Nincs se férjem, se gyerekem. Nem vagyok szerelmes senkibe, és senki sem szerelmes belém. Szép siker, ugye? Hát, egy harapást? Nem, kösz. Boldog születésnapot, Natalie! Mama! Boldog születésnapot, Natalie! Igen, sokan! Natalie! Sziasztok! Rég találkoztunk! Örülök, hogy látlak! Hogy vagytok? Nagyon köszönöm! Nagyon! Figyelem, egy kis figyelmet kérnék. Figyeljenek rám egy pillanatra. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy Natalie első producere lehettem, és én adhattam neki a nevét. Nem. Ezért... Bocsásson meg, uram! Nem! Nem ön nevezte el. Én neveztem el. Natasha Görden. Nos, természetesen... Ígyunk Natalie-ra. Natalie-ra! Tessék az italod. Ó. Mondd, Lana, drágám, a te ötleted volt ez? Uh-huh. Attól tartok. Édes vagy, nem kell félned. Sajnálom, bocsánatot kérek, hogy betörtem a partiára. Egy ismerőse vagyok, Richard Gregson. Ó, maga nem hollywoodi. Londoni alapvetően. Londoni? Imádom Londont. És London imádja önt. Biztos benne? Teljesen biztos. Ó. Köszi, hogy betört a partimra. Viszlát. Majd felhívom. Hívjon. Hallom, kirúgtad az ügynökeidet. Ó, tehát terjednek a hírek. Ki fogja igazgatni az ügyeidet? Én. A cigánynál óta csak rosszakat választottál. Nézd, most menni akarsz, vagy még áldogálsz itt és zaklatsz? Most beszélek veled először. Minden nap beszélnünk kell. Elhívlak és nem veszed fel. Minden nap tudom, beszéltem hogy ott vagy. Veled, mert próbálok szabadságra menni szabadságra? Tőled. Igen, mi rossz van abban, hogy szabadságra megyek igen. Tőled? Ki mondta, hogy mondd ezt nekem? Talán nem, pszichiáterhezem hozzá. Miért utál ennyire rólad és rólam van szó? Mivel látottam? Nem érted, hogy miről beszélek? Én nem akarom ezt tudni. Nem szeretlek ilyenkor gonosz vagy és bosszúálló. Hát ez igazán vicces tőled hallani. Még anyának sem neveznélek. Nem akartad, hogy barátaim legyenek. Elhanyagoltad a húgomat. Még azt sem akartad, hogy férjem és gyerekeim legyenek. Féltékeny voltál, ha az apámmal akartam lenni. Az apádnak 2 hete infarktusa volt. Micsoda? Próbáltalak hívni. Hazudsz. Miért nem hívtál? Nem beszélsz velem. Mit kellett volna mondanom neked?
Az apád haldoklik. Mit akarsz csinálni? Venni neki egy új szívet Beverly Hillsben? Tudod, már nagyon elegem van abból, hogy te vagy az anyám. Mondok neked valamit, Natalie. Nekem köszönhetsz mindent. Ha én nem lennék, olyan lennél, mint Lana. Egy senki. Lana nem egy senki. Fáradt vagy, apa? Belefáradtam a betegségbe. Beteg vagyok a fáradtságtól. Ebédeljünk együtt, a jövő héten. Csak te meg én. Elviszlek egy elegáns étterembe. Jó ötlet. Nem mehetsz étterembe, nagyon beteg vagy. Soha nem voltunk kettesben. Soha. Lehet, hogy anyádnak igaza van. Talán majd máskor. Oké. Natalie újra szerelmes. Natalie kapcsolata Richard Gregsonnal kicsit különbözött a korábbiaktól. Ő sokkal nyugodtabb volt, és kicsit megállapodottnak tűnt. Natalie Wood összeházasodik Richard Gregson producerrel. Bob és Carol és Ted és Alice. Abban a pillanatban belépett Natalie Wood, és annak ellenére, hogy nem hittem, hogy alkalmas, amikor azt mondta hello, azt mondtam, örülök, hogy látom. Imádni való volt. Egyenes, nyitott. Elképesztő volt. Nem hiszem, hogy teljesen felbecsültem, hogy Natalie mennyire jól játszott abban a filmben, mivel teljesen új voltam. Mert Natalie volt a film sava borsa. De nem játszotta a sztárt, vagy a legfőbb nagyfőnököt. Értünk volt ott, és hihetetlenül sokat segített. Natalie arról beszélt, hogy akar egy gyereket, egy babát. Ki akarta mutatni a benne rejlő szeretetet? És fel akart nevelni egy gyereket, akinek olyan a gyermekkora, amilyen neki nem volt. Tudom, hogy amikor elmondhatta, hogy várandós, az volt élete egyik legszebb napja. Natalie, gyönyörű vagy. Ó, és mennyire terhes. Tudom. Hol van Richard? Ő még mindig Londonban. Köszönöm. Még 5 napig marad. Ó, itt van egy régi barátod. Remélem, nem kellemetlen neked. Szia! Bocsánat. Nem, minden rendben. Szia! Hello, Archie! Szép nagybaba lesz, mikorra várod? Érzésre 1 percen belül. Hol van Marion? Nem tudott eljönni. És a kicsi Catherine, hogy van? Már nem olyan kicsi. 6 éves. 6? Tényleg? Eltelt egy kis idő azóta. Gratulálok a csak egy tolvajhoz, jó voltál benne. Nem is láttam. Dehogy nem. Nem láttam. Megnézem minden filmedet. Mi a baj, drágám? Megpróbáltalak felhívni Rómában. Emlékszel? Tényleg? Nem tudtak kapcsolni. Állandóan foglalt volt. Jézusom! Bár tudtam volna. Szereted? Igen. De ezt a gyereket mindennél jobban szeretem. Abba hagytam a munkát. Egy darabig. A gyerekemnek lesz gyerekkora. Örülök neki. Nati, mit szólnál, ha esetleg hazakísérnélek? Mit szólsz? Ó, köszi. Kedves tőled, Archie. Nagyszerű. Thank you.
Itt van. Itt van Natasha. Richard. Ez életem legboldogabb pillanata. Hol az én babám? Hol van? Natasának hívják. Édes kicsikém. Édes. Olyan szép. Olyan szép. Tökéletes. Édes. Natasek. Nagyon szép. Nagyon szép. Gyönyörű. Nagyon szép. Kislánya született. Hogyan menekültem meg? Natalie kislányával. Egy, kettő, egy, kettő, egy, telefon, Mrs. Gregson, az ügyvédje. Ó, oké. Azt hiszem, szomjas, Mrs. Gregson. Gyere ide, Natasha. Szia, anyakám. Oh. Mindjárt jön a mama. Újra kettesben. Szombat délután. Natalie-nak megbeszélése van, sok időnk lesz. Csak azt nem tudom, hogy fogom kibírni addig. Richard? Ó, Jézusom. Mi a francot csinálsz? Natalie. Natalie, ne! Takarodj a házamból! Natalie, miért értesz? Takarodj! Takarodj innen! Natalie! Tűnj el! Hagyd abba! Hallgass meg! Nem! Kérlek, tűnj el a házamból! Engedd meg, hogy megmagyarázzam! Miért értesz? Takarodj innen! Natalie, hogy tűnj el! Csak egy percet, hadd meg! A szakításuk viharos volt. Natalie kidobálta a dolgait a házból, és rendőrrel dobatta ki a birtokról. Natalie és Gregson rövid házasságának vége. Natalie elválik Gregsontól. Nem akarta, hogy Richard betegye oda a lábát, vagy a közelében legyen. Hihetetlenül dühös volt. Mi van, kedvesem? De szép vagy. Sötét szemek, fekete szemek, ahogy rám néztek, a lelkem... Mrs. Meg! Egy a babának, és egy neked. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Love is lovelier. Natalie és RJ újra együtt. Hajón tartották az esküvőt. Natalie mindig azt mondta, hogy szeret víz közelében, vagy vízen lenni. Mármint, amíg nincs a vízben. Azt hiszem, amikor ő és RJ másodszor összeházasodtak, mindketten felnőttek. Rájöttek, hogy mit jelentenek egymásnak, és hogy ez milyen értékes. És milyen ritka az ilyen. És fantasztikus hangulat volt náluk. Bementem, és mindenütt éreztem a szeretet. RJ és Natalie gyermeket szeretnének. Natalie ismét anya lesz. RJ-nek és neki született egy közös gyerekük, Courtney. És néhány évig nagyon boldogan két gyermeke nevelésének szentelte magát. És egyáltalán nem dolgozott. Katie-ről, RJ és Marion lányáról is gondoskodott. A lányai voltak a szeme fénye. Imádta őket, és ők ezt tudták. Tudták, mennyire szereti őket, és ez nagyon jó volt.
Mami, mami, te se üldöz! Micsoda, drága? Babszen, üldözött Körtnét. Kéti, mi folyik itt? Csak fogócskáztam. Látod, Körtni, drágám, ez csak játék. Gyerünk, menjünk át oda, a mama sütöget a grillen. Azok után, amiken keresztül mentem, majdnem megöltek a bolsevikok. Depressziós lettem, hogy a lányomból filmsztár legyen. És most így süti nekem a hamburgert. Szeretek hamburgert sütni, anya. Szereted, de nem imádod. Nem, imádom, boldog vagyok. Itt, most, ahogy vagyok. Egész életedben mindennél jobban akartál egy Oscart. Látod őket? Ők az Oscar díjaim. Natalie, telefonon keresnek. Hamlet az. Ki? Sir Laurence Olivier, drágám. A barátainak csak Larry. Vár a vonal végén, gyere. Igen? Na figyeljetek, lányok. Eljöttök velünk Londonba, ahol a mama és a papa a tévének csinál egy filmet. Egy jó lesz, filmet? És mind együtt leszünk. Nem akarsz Londonba jönni, Körtni? Nem. Nem? Dehogy nem akarsz Londonba jönni, Körtni. Ott lakik Mary Poppins. Látod, Körtni, ha szerencséd van, találkozhatsz Mary Poppins-tal. Mary Poppins-tal. És nagyon-nagyon jól fogunk szórakozni. Pontosan, most pedig lámpaoltás. Jó éjszakát, lányok. Meglátod, Körtni, jól fogunk szórakozni. Tudod, az igazi kérdés az, hogy mi lesz, ha túl vagyunk ezen a filmen. Tessék? A forgatás után. Úgy értem, Larry Olivier-vel dolgozni Londonban, Tennessee Williams macska a forró bádok tetőnyében, amit annyira szeretsz. Nem akarsz majd visszajönni ide, és unalmas feleség lenni, igaz? Hogy már, AJ, fáradt vagy. És mi van azzal, hogy egyszerre csak az egyikünk dolgozik? Mindkettőnket hívott, édes. Nem. Úgy értem, miután visszajöttünk, nekem itt van a szarvasok, de te mit csinálsz? AJ, kérlek, miért nem örülsz? Egy nagyszerű darabban játszunk. Együtt. Londonban. Nos... Engem csak azért hívott, mert kell lesz neki. Nem, úgy érzem, ez neked is egy lehetőség. Itt a lehetőség, hogy valami olyat csinálj, amire büszke lehetsz. Szerinted nem kéne büszkének lennem a szarvasokra? Dehogy nem kell, de tudod, ez egészen más, ez... Ez a színház. Nem unalmas beszéd a dobozban, ezt akartad mondani? És ahogy mindig mondtam, te jegyeket árulsz, én meg szappant. Ó, kérlek, hagyd abba, édes, hagyd abba, az Isten szerelmére. Legyünk boldogok. Macska a forró bádok tető. AJ-nek igaza volt. Újra vissza akart menni dolgozni. Rájött, hogy hiányzott neki. Állóképek a most és mindörökkéből. Mivel tényleg nagyon szeretett játszani, és főként a televízióra koncentrált, mert így nem kellett forgatásra mennie. Közelebb volt az otthonához, és a gyerekekkel lehetett. A Golden Globe legjobb színésznő díja most és mindörökké. A mozifilmek szerepeit kicsit nehezebb lett megkapnia. A tényleg jó szerepeket, mert többé már nem volt fiatal sztár. Ezüst felhő. Vettek egy hajót, és a nevét Splendorra változtatták. Natalie legjobb filmjére és kedvenc versére emlékezve. Anyámnak nem tetszett, mert úgy érezte, rossz előjel a hajó nevét megváltoztatni. Nem mentünk el ebédelni, papa. Ha jobban leszel, elmegyük valahová. Csak mi kettő. Mi az, papa? Olyan... büszke vagyok... rád. Érezd a május boldogságát, mi hirtelen tűnt el. A sugárzó fénycsóva a szemünk elől. És bár semmi nem hozhatja vissza többé a ragyogás óráját a fűben, a dicsőségét a virágban.
nem keseredünk. Inkább erőt merítünk. Az emlékekből újra. Az ősi érzésből, amely örökké bennünk él. Híres balerina voltam Oroszországban, a Romanov családból. Így, amikor jött a forradalom, Kínába menekültem. És egy jósnő azt mondta nekem, a második lányod híres szépség lesz, mindenütt ismerik majd a nevét. Ez a mami. És a víz? Mesélj a vízről. Óvakodj a sötét víztől, azt mondta. A szívem beleremegett. De aztán Amerikába jöttünk, és a híres filmrendező azt mondta, a kislánya olyan szép, szerepeljen a filmemben. A többi sztár mind féltékeny volt. Anya? Igen? Nagyi, olyan boldog vagyok, hogy mostantól nálunk laksz majd. Még mesélj neki. Natali, most jött neked egy forgatókönyv. A címe borzalmas, agyhalál. Ma reggel kártyát vetettem. Felejtsd el a Sophie választását. Választ az agyhalált. Fáradtnak látszol, RJ. Sokat dolgozol. Nem, semmi baj. Szegény RJ, biztos vagyok benne, hogy a szarvasok sokkal több pénzt hoz, mint Natalie bármit. Igazad van, Maria. És az a Stephanie Powers? Oké. Figyelj, azt szeretném, hogy Natalie boldog legyen. Csak ez számít, érted? Biztos nem könnyű Natalie-t boldoggá tenni. Kell neki az a film, RJ. Te aztán makacs vagy. Ide adnád nekem azt a lapátot? Köszönöm, drága. Igen, ez az! Tökéletes, csodás! Mint egy igazi filmsztár. Courtney, ülj le, nem látom a nővéred. Nem akarok leülni. Courtney, ülj le a székre, és nézd a nővéred. Teljesen tökéletes. Jó, Natasha, Courtney, jó. Natasha, jó. Menjetek ebédre. Nem akarom abba hagyni. Mami, Natasha nem hagyja, hogy filmsztár Senki legyen. Sem lesz filmsztár. Menjetek szépen a konyhába, ott van az ebéd. Willy May! Soha többet ne csináld ezt a gyerekeimmel. Miért? Mit csináltam? Olyan tökéletes, egy igazi filmsztár. De Natasha nem egy filmsztár. Ő egy gyerek. Lehetne filmsztár, éppen olyan, mint te. Nem erről van szó. A gyerekeimnek normális élete lesz. Mi olyan érdekes a normálisban? Inkább meghalnék, mint hogy normális legyek, tudod, és te is. Tűnj el a házamból. Na. Tűnj el! Na! Most azonnal takarodj! Mit csinálsz? Meg olyan szüleik vannak, akik gondoskodnak róluk. Én nem Segítség! Fogom a gyerekeimet filmekbe Segítség! Eladni. Az anyátok megőrül! Takarodj! Segítség! Takarodj a házamból! Segítség! Kifelé! Takarodj a házamból! Hallom! Kifelé! Natalie beleegyezett, hogy színpadon az Anastasiával debütáljon Los Angelesben. És nagyon-nagyon izgatott volt emiatt. Nem szerepelt még színpadon. De mielőtt ezt elkezdte volna, visszament keletre, hogy elkezdje az agyhalált. Nehéz volt, mert akkor hagyta először egyedül a gyerekeit, és nagyon magányos volt. Róla is a másik főszereplőről, Christopher Walkenről pletykák terjedtek. Walken akkor kapott Oscar-díjat előző filmjéért. Aztán visszajöttek Los Angelesbe hálaadás előtt, hogy befejezzék a filmet. Hálaadás napja 1981. november 26-a csütörtök. Chris, merre jártál? Mert vártunk. Eltévedtem. Tényleg? Az a helyzet, hogy nem értem Los Angeles. Ne? Emlékszel arra az estére? Igen. Nem, drágám, Mr. Walkennek hívják. Még nem ismered eléggé. Oké. RJ, hozol Chrisnek valamit inni? Mondd, mit kérsz? RJ. Natalie azt mondta, te is jössz a hajóra a hétvégén. El kell mondanom valamit. Nem sok közöbb van a tengerhez. Oké, Natalie. Kösz. Szóval, meghívtad a hajótokra? Persze, miért ne? Márt is jön, Delfin is jön, és Peggy is. Lana, semmi sincs Chris és köztem. Hiszek neked.
Istenem, miért vagy olyan gyanakvó? Mindenki ilyen mostanában. Mondtam, hogy hiszek neked. És milyen volt a film? Nos, tulajdonképpen... Drágám, Peggy most hívott, hogy nem tud jönni, és most Márti és Delfin is azt mondják, hogy nem jönnek. Nem akarom, hogy menj, mama, azt akarom, hogy itt maradj. Natasha, megrémített Körtnét, mi bajod van ma este? Vacsoráztál már, Natasha? Kérlek, papa, azt akarom, hogy a mama itthon maradjon. Kérlek, mama, kérlek. Natasha, semmitől sem kell félned. Körtné itt marad veled. Igen. És a barátaid átjönnek a hétvégére, és Billy May majd vigyázz. Nem akarom, hogy elmenj, kérlek, mama, kérlek. Natasha, ne sírj, jó? Minden rendben lesz. Nekünk a papával el kell mennünk, társá Körtné, legyetek jó. Pontosan. Miért nem jöttök föl Willi Mayjel és velem tévét nézni? Hm? Nem akarom, hogy elmenj, kérlek, gyere, minden rendben lesz, gyere, menj. Nem akarom. Natalie, nem kellett volna ezt csinálnod. Anya, társá nem fog félelemben felnőni, mint ahogy én. Nem akarok többet harcolni, belefáradtam. Hálaadás van. Legyünk vidámak, jó? Rendben. Az attól függ, érti, mire gondolok. Köszönöm. Hé! Hey. Az én drága Natalie-mra. Szeretlek. A lélegzetem is eláll. Catalina sziget, 1981. november 27-e péntek. És azon gondolkoztam, most Rico volt, vagy Holló? Hogy nem tud. Igen. Igen, és akkor azt mondtam Douglasnak, ha szeretsz, nem teszed meg. Ahogy megnevetted. Tudod, a házasságunk legszebb napjait ezen a hajón töltött. Igen. Hé, hey, Chris. Ha? Hogy vagy? Jobban lesz. Adtam neki pirulákat tengeri betegségre. Előbb-utóbb. Remélem előbb, mint utóbb. Mi az? Nem jössz ki. Figyelj, Dennis. Soha ne keveredj bele a férj és a feleség közti vitába. Ezt jegyezd meg, jó? Soha. Hm? Érted? Nem képzelődök, tudom, elmondták. RJ, nem volt mit. Viszonyod van vele, amióta elkezdtetek forgatni. Dennis! Dennis, vigyél ki a partra. Azonnal. Mindegy, szállodában nem érdekel. Dennis, maradj vele, oké? Persze. Ezért válaszunk nagyméretű serpenyőt. Lassú tűzön forraljuk. Megkavarjuk, ne hagyjuk leégni. Öntsük fel egy kis olvasztott vajjal. Tálalás után díszíthetjük ezekkel a levelekkel és színes gyümölcs darabkákkal. 1981. november 28-a szombat. Hello, itt Mrs. Wagner. Lana ott van? Nem csak beszélni akartam vele. Mondja meg neki, hogy visszamegyek. Nem mondjon neki semmit. Később majd visszahívom. Rendben, viszlát. Sajnálom, Natalie, nincs hajójárat.
Jó van, ha nincs hajó, akkor... Szerezd egy hidroplánt. Tudsz nekem szerezni egy hidroplánt? Persze, csak adj néhány órát. Nem akarsz visszamenni addig a hajóra? De, igen. Dennis, stop! Gyere, drágám. Még mindig dühös vagy, ugye? Chris, fent vagy? Szia, Natalie. Visszamegyek Los Angelesbe hidroplánnal. Jössz? Micsoda? Azt mondtam, visszamegyek Los Angelesbe. Velem jössz? Natalie, nekem ehhez semmi közöm. Ez csak RJ-re és rád tartozik, érted? Igen. Natalie. Figyelj. Sajnálom. Nagyon sajnálom, érted? Sajnálom, drágám. Te mindig sajnálod. Most tényleg minden rendben. Jé, nyugi, minden rendben. Minden oké. Gyere, gyere. Hát te még mindig élsz. Azok a pirulák tényleg hatásosak, ugye? Kérsz egy kávét? Azt hittem, visszamentél. Nem, már minden rendben. Amíg aludtál, RJ átvitt minket a sziget túlsó oldalára. Itt nem olyan zeles. Szóval ti ezt csináljátok egész télen? Csak üldögéltek a hajótokban és kész? No, mi szeretjük. RJ mit csinál? Alszik. Itt egyszerűen semmit nem lehet csinálni, semmit. Kész, nulla. Tudod, ha elkeseredünk, még mindig mehetünk Duck kocsmájába. Az Anastasia próbái most kezdődnek hétfőn. Még soha nem játszottam színpadon. Rettegek. De állandóan arra emlékeztet, hogy feleség vagyok és anya, és ha dolgozom, megcsalom őt és a gyerekeket. A lányok lassan felnőnek, nem? Pontosan. Már nincs rám úgy szükségük, mint régebben. És én is öregszem, Chris. 43 vagyok. Ez már nem fiatal Hollywoodban. Már nincs túl sok esélyem. Furcsa. Amikor sztár voltam, csak anya és feleség akartam lenni. Most itt vagyok, és hiányzik a tegnap. Kimentem a partra Chris-szel. Gyere, na. Üljetek csak le. Jól vagytok? Igen, miért ne? RJ, nem az ő hibája, az enyém. Szárazra kellett jönnöm, vagy megőrültem volna. Megesik néha. Hello, Mr. Wagner. Örülök, hogy betért. Hozhatok valamit inni? Természetesen, drágám. Kérnék egy vodkát jéggel és egy kis citrommal, Dennis.
Egy sört. Elfogyott a póli fűz. Van még egy kevés a hajóban, menjünk és hozzuk ide. Hideg van kint. Idehozom, kell egy kis friss levegő. Nekem is, veled megyek. Te nem mész? De. Drágám, mindjárt jövök. Minden rendben van, bejöhettek, nem harapok. Nézd, így fontam be a lányom haját is. Nem túl szoros és nem túl laza. Tetszik? Igen, tetszik. Szerencsések vagytok. Jó gyereknek lenni. Ragaszkodjatok a gyerekkorotokhoz. Ne hagyjátok, hogy bárki elvegye. Elnézést, Mrs. Wagner. A férje tudni akarta, jól van-e? Jól vagyok. Mondja meg, hogy megyek. Látjátok, még felnőttként is állandóan ellenőriznek. Adom az üveget. Na hát, tessék. Fogd meg. Most a kezem. Még egy, gyere! Húz! Kösz. Nagyszerűen játszik. Ez egy polka. Mondtam neki. Ó! Oh! Jó vagy? Minden rendben? Ó, oh, Istenem! Ó! Oh. Jaj! Halló, a Wagner party kiment. Látom őket. Rendben. Majd figyelek rájuk. Drágám, nem vigyázz! Mehetünk. Óvatosan. Szerintem nem is igazi a szabadság, ha nem kapsz össze a feleségeddel. Natalie persze azt hiszi, nem támogatom, mintha nem követném forgatásról forgatásra évek óta. De megtanultuk a leckét, nem igaz, édes? Egy jó házasság kompromisszumokkal jár, megtanultuk. Ardély. Bocsáss meg, de Natalie komoly színésznő. Nem gondolod, hogy joga van a karrierjéhez? Fogd be! Ehhez semmi között. Nagyon kérlek, ne beszélj így. Na jól van, mentem. Viszonyod van a feleségemmel, nem? Micsoda? Nem, dehogy van, jó ét. RJ, ezt egyetlen percig sem tűröm el tovább. Thank you.
Archie! Segítség! Segítség! Segítsen valaki! Azt hiszem. Segítség! Segítség! Kikötői mentők, itt a Capricorn, jelentkezz! Segítség! Segítsen valaki! Megfulladok! Látod, hol van? Nem látok semmit! Itt a Capricorn, jelentkezz! Jó éjszakát! Capricorn, jelentkezzen valaki! Van ott valaki? Itt az Avaloni kikötői rendőrség. Capricorn, jelentkezz! Fenét csinálsz? Kiúszom én. Nem, nem úszol, Marilyn. Ott van valahol kint, de nem tudod hol. A víz fagyos. Nem egész 10 perc alatt meghalsz hipotermiában. Tudod mi az? A tested lekapcsol és elalszol. Azután megfulladsz. De tennünk kell valamit. És mi van, ha meghalsz? Mi lesz Anthonyval? De valamit tennünk kell. Nem állhatunk csak úgy itt. Natalie! Natalie! Gyere! Gyere! Már nem kiabál anya. Natalie!
Hová mehetett? Talán Duck kocsmájába. Az már bezárt. Tudom, de részeg volt. Az is lehet, hogy elfelejtette. Hívjuk a kikötői mentőket. Küldenek egy csónakot. Vagy egy helikoptert. Hajnal előtt semmiképp. Igaz, oké. De ezzel egyedül nem boldogulunk. Jönnek majd az újságírók. Szerintem az étterembe ment. Lehet, hogy odaért, mielőtt bezártak. Hívjuk fel Dagot és Dont a rádión. Menjünk fel a hídra, Dennis. Hát, onnan többet látunk. Nem akarom, hogy menj, mama. Azt akarom, hogy itthon maradj. Igen. Doug most azonnal kimegy. Visszajön. Igen. Igen, mindig visszajön. Visszajön. Natalie! Mami, te se üldöz. Üldözlek! Partiőrség hívja Splendort, jelentkezz! Itt a Splendor, folytassa! Igen. Nem! Anya! Nem! Mi van? Mi a baj? Good.
magyar hangok. Zakariás Éva, Kubik Anna, Csernák János, Sótonyi Gábor, Bozsó Péter, Hamvas Dániel, Sörös Sándor, Seder Gábor, Breyer Zoltán, Kántor Kitti, Cető Zsanett. Magyar szöveg Tóth Ákos, hangmérnök Árvai Csaba, vágó Horváth Zoltán, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Kertész Andrea. A szinkront a Hallmark Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.